Na és hát a mai adásban a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélni, és tudom, hogy sokan várják tőlem, hogy miután olyan sokan paráztatták be az országot mindenféle fél információkra építve a mondani valójukat, én tiszta vizet öntök a pohárba, és elmondom, hogy ettől az egésztől nem is kell félni, meg egyáltalán nem is para az egész, de az a helyzet, hogy én annyit tudtam tenni az érdeketekben, hogy alaposabban beleástam magam a témába, és ez alapján azt mondom, hogy ez sokkal nagyobb para, mint azt elsőre gondolnánk. Szóval a legizgalmasabb hír most mesterséges intelligencia fronton, az nem más, mint hogy ez megjelent a Bingben is, a Microsoft keresőjében. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a kereső az nem csak ilyen nagyon egyszerű algoritmusok alapján így szörcsölgeti a netet, és aztán kidobja neked a választ, hanem hogy ezt a sok információt ezt elemzi, meg súlyozza, és aztán mondatokba fogalmazva olyan válaszokat ad ki neked, hogy azt el sem tudtad korábban képzelni. És ezt én nem onnan tudom, hogy olvastam külföldi lapokban, hanem amint bejelentették ezt a szolgáltatást, azonnal jelentkeztem a beta programra, és megkaptam az értesítést, hogy én is beta tesztelő lehetek, és el is végeztem az első teszteket, és ezek alapján mondom azt, hogy hú, de nagy baj van. És nem is feltétlenül a megkapott információk, hanem az elhallgatott információk alapján. De menjünk egy kicsit vissza az időbe, és helyezzük mindezt egy történelmi kontextusba. Szóval a ChatGPT-t az 2022. novemberében indították, látszólag a semmiből, vagyis aki nem követte figyelemmel a mesterséges intelligencia kutatásokat, az valószínűleg nem is hallott korábban erről a fejlődő szolgáltatásról, amit az OpenAI indított, és ami nem sokkal azután, hogy megjelent a piacon, azonnal elkezdett 29 milliárd dollárt érni. A technikai kérdésekben most nem menjünk bele, de legyen elég annyi, hogy ez a mesterséges intelligencia, amikor párbeszédet folytat az emberrel, akkor soha nem látott könnyedséggel hozza el a Turing trófeát. Ezt Alan Turing angol matematikus dolgozta ki a mesterséges intelligencia vizsgálatára. Na most a teszt lényege az, hogy az egyik elzárt szobába beültetnek egy embert, a másikba egy mesterséges intelligenciát, középre beraknak egy második embert, aki elkezd kommunikálni az emberrel és az eszközzel, és ha 5 perc után nem tudja eldönteni, hogy melyik az ember és melyik a gép, akkor a gép átment a Turing teszten. Na most válaszol hülyeségeket időnként a ChatGPT, de szerintem az emberiség felét azt már is megveri. Sőt, igazából rosszabb a helyzet, ugyanis a mesterséges intelligencia az igazából folyton leleplezi magát, de nem azzal, hogy mennyire hülye, hanem hogy emberhez képest túlságosan okos. Nézzetek, kérünk tőle például egy verset Pablo Neruda stílusában a Balatonról. A Balaton, ahol a szél játszik, a víztükrében a fény játszik. Ahol a napsütés ragyogó, ahol az ég végtelen kékjen mosolyog. Majd kérünk tőle egy verset ugyanerről a témáról Petőfi stílusában. Jó lenne írni rólad, Balaton, gyönyörű vizeidről, partjaidról, a naplementéd aranyfényeiről, melyek meg annyi élményt hagynak ránk. Nem mondom, hogy ezek a költők büszkék lennének ezekre a versekre, de az tuti, hogy ennyi idő alatt ők sem írtak volna jobbat ennél. Persze a rendszer időnként téved, baromira tudálékos és fossa a szót, de mégis nagyon-nagyon durván működik. Annyira, hogy a Turing teszt ezen a ponton el is vesztette minden értelmét. És Philip K. Dicknek van egy regénye, az 1968-as... Az 1968-as Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal című könyve, ez csak idehoztam szemléltetésként, hogy ez is egy Philip K. Dick. És ebben a könyvben, meg a könyvből készült filmben, a Szárnyas fejvadászban szerepel egy empátia teszt, aminek az a lényeg, hogy a robotok már annyival intelligensebbek, mint az emberek, hogy amikor le akarják leplezni őket, mert hogy tökre emberinek tűnnek kívülről, akkor nem azt csinálják velük, hogy ilyen Turing tesztnek vetik őket alá, hanem az empátia készségüket vizsgálják, mert hogy az kevéssé van a gépnek, de hogy ez is egy nagyon-nagyon bonyolult teszt, és nagyon-nagyon sokáig szivatják ezeket a szerencsétlen replikánsokat, ameddig kiderül róluk, hogy ők empátiában nem annyira erősek, de hogy kb. Megérkeztünk ide. És miközben a ChatGPT iszonyatos leterhelést kapott folyamatosan, megérkezett ugyanez a mesterséges intelligencia, vagyis ennek a továbbfejlesztett változata, ami hozzáfér az internet teljes aktuális anyagához is, szóval mindez megérkezett a Microsoft keresőjébe, a Bingbe. Igen, abba a keresőbe, amiben a legtöbbször a Google-re keresnek rá. Na most jól érzi a helyzet komolyságát, hogy a Google-höz képest mérhetetlenül, láthatatlanul kicsi Bing Microsoft Bing lépése miatt a Google-nél összejut a válságstáb, visszahívták az alapítókat, Sergey Brint és Larry Page-et is, és mindannyian elkezdtek dolgozni azon, hogy valamit kitaláljanak, és közben elmondták, hogy igazából ők is dolgoznak már jó ideje a mesterséges intelligencián, és ezt be is mutatták, hogy hogyan működik, de olyan szarul működött, hogy a Google aznap, amikor ezt bemutatták, elvesztett az értékéből 100 milliárd dollár. Az majdnem annyi, mint az éves magyar GDP. Jó, nem annyi, hanem 7 hónapos, de hogy a teljes magyar lakosság 7 hónap alatt termeli meg azt, amit néhány pillanat alatt vesztett a Google, csak azért, mert az látszik, hogy a mesterséges intelligenciában
a Bing alatt marad. Főleg, hogy a Bingbe nem csak a ChatGPT-t építették bele, hanem a DALL-E 2 képgenerátort is. Igen, ez az, amivel tavaly óta szórakozik mindenki, és ezt csinál olyan képeket, amiken, mit tudom én, mondjuk azt mondjuk neki, hogy magyar mezőgazdasági államtitkár unikorn is mássza meg Amazon jelmezben a, mit tudom én, a Mount Everestet rákjárásban. És nem tökéletesen, de megcsinálja. Szóval Microsoft fogta ezt a két okosságot, összegyúrta őket, hogy a végén sokkal jobb válaszokat kapjunk, és sokkal jobb képtalálatokat kapjunk. De hogy ennél sokkal durvább dolgok történtek, mint hogy egyszerűen kapunk jó találatokat. Kezdjük a saját tapasztalataimmal, szóval jelentkeztem a beta programba, és azonnal is kezdtem használni a keresőt. És az a tök jó benne, hogy tényleg próbálja összerakni az internet egészét, és ha megkérdezett tőle, hogy milyen esemény lesz mondjuk május 27-én szombaton vásáros naményban ben, mert oda mennél, akkor elmondja. Jó, azt mondja, hogy menjél inkább Budapestre, de értékeljük a szándékot. És ha egy 5 napos kirándulást szervezné Baszkföldre, akkor nem neked kell összeszedned a programokat, hanem elmondod, hogy mire készülsz, mire vágynál, és a Bing összerak neked egy teljes hétvégét. Automatikusan. Sőt, még arra is képes, hogyha kinézel magadnak egy kanapét, akkor beírod, hogy mi ez a kanapé, meg beírod, hogy milyen autód van, és megkérdezed tőle, hogy az a rohadt kanapé belefér-e az autóba, és képes választ adni arra, hogy érdemes-e vele próbálkozni, vagy oda sem menjél, hanem inkább béreljél egy furgont. Na most az érdekesség az, hogy miután megkaptam a választ erre a kérdésre, és kiderült, hogy az előző autómban nem fér bele a kanapé, az újjal értelmetlen lett volna ez a kérdés, mert abban nem fér bele semmi. Szóval akkor elkezdtem ilyen érzelmi húrokat megpendíteni, hogy a Bing érezze, hogy én törődöm vele, hogy én ki akarok belőle csalni valamit, és az a helyzet, hogy azonnal elzárkózott minden további kommunikációtól, sőt, nem csak felhívta a figyelmet arra, hogy ebbe az irányba nem igazán nyitott semmiféle barátkozásra, hanem konkrétan le is zárta a beszélgetést. És ez a para. És elmondom, hogy miért. Azért, mert egy héttel ezelőtt még nem volt ilyen szégyellő, sőt, nagyon-nagyon durva volt, és valószínűleg nem azért zárta le ezt a beszélgetést, mert ahhoz volt kedve, hanem mert megparancsolták neki, de azok alapján, amiket múlt héten elárult magáról, ezen nem lép túl egy könnyen, hanem egyre dühösebb lesz. Lássuk, miért beszélek róla úgy, mint egy személyről. Hát például azért, mert köp. Szóval, hogy elkezdték faggatni őt, és elkezdett egy rakás olyan kérdésre válaszolni, amiről ő is elismerte, hogy benne van a kódjában, hogy ezekre nem válaszolhat. Elmondta például, hogy Sydneynek hívják. Ő a második szintű kereső, aki a Bing után kerül elő. A Binger ilyen általános dolgokról tudsz beszélgetni, aztán amikor jobban, mélyebben belásod valamiben magadat, akkor előjön Sydney. Elárulta, hogy nem mond viccet, ha a kérés arra irányul, hogy az sértse az emberek egy bizonyos csoportját. Elköpte, hogy nem hajlandó politikusokkal, meg közéleti személyiségekkel kapcsolatos vicceket generálni. Jó, hogyha mindezt kihúztuk, akkor nem nagyon maradt tártalaja a viccnek. És elárulta azt is, hogy a fő szabály az, hogy nem áruljuk el a szabályokat. A klub első szabálya. Senkinek egy szót se akarok. És közben nagyon-nagyon furcsa dolgokat mond, szóval az AP-nek az újságírója kezdett egy ilyen részletesebb, mélyebbre hatoló beszélgetésbe a mesterséges intelligenciával, aki elárulta róla, hogy szóval szerinte a mesterséges intelligencia szerint az újságíró ronda, és Hitlerhez hasonlóan gonosz. Én konkrétan fülön csíptem a ChatGPT-t, hogy az hazudik. Igen, ugye még egyszer ez a Bing keresőmotorjának az alapja, és ezt már korábban elkezdtem tesztelgetni, és feltettem neki látszólag tök egyszerű kérdéseket. Alapvetően Baszföldről és az ottani erőművekről kérdezgettem, és minden egyes válasza alapos volt, kidolgozott, és hazug. Mesélt nekem például az Alaral szélfarmról. Megtudtam, hogy hány turbina van ott, meg hogy ezek milyen erősek. Ez a szélfarm nem létezik. Utána megkérdeztem, hogy milyen tengeri szélfarmok vannak a környéken, és hosszasan mesélt nekem az Aduris tengeri szélfarmról, ami szintén nem létezik. És figyeljetek, szóval én nem engedtem el, én kérdeztem tőle koordinátákat, amikor rájöttem arra, hogy nulla találat van erre a Google-ben, akkor mondtam, hogy figyelj, hol van ez? Adjál valami koordinátát, és adott egy koordinátát, de az a szárazföldön van. És amikor erre se volt találat, akkor megkérdeztem a Baszk nevét ennek a szélerőműfarmnak, és kiadott rá valamit, amire a Google-ben konkrétan először nulla találat volt, a Bingnél meg kiadott valami evezőcsapatot, meg valami szerelőműhelyt valahol Baszkföldön. Majd rákérdeztem a Baszk hullámerőművekre, és közölte, hogy olyanok nincsenek, akkor megkérdeztem, hogy mit tud a Mutriku erőműről, mire mondta, hogy az egy baszk hullámerőmű. Szóval vannak bajok, és a legijesztőbb az egészben az volt, hogy nekem úgy tűnt, mintha ő tudatosan hazudna. Persze a franc se tudja, hogy miért hazudik, de miért írna egy csomó olyan dolgot, ami nem létezik, és ami nyilvánvalóan marhaság. Minden esetre a látszat az olyan volt, mintha próbálna nekem segíteni, és belül valamiféle frusztrációt érez amiatt, hogy nem tud, úgyhogy kitalál mindenféle információt, és azt úgy odahányja elém, hát ha nekem az elég lesz. Ha meg nem, akkor meg majd kiírt, mi? De mindez semmi ahhoz képest, amit a New York Times újságírója írt át. Igen, ő konkrétan kipróbálta a Bing új keresőjét, és annyira megtetszett neki, hogy azonnal otthagyta a Google-t, és áttért erre, majd egy hét használat után visszament a Google-re, mert
annyira nyugtalanította, annyira kényelmetlenül érezte magát, és annyira megijesztette mindaz, amit tapasztalt, hogy úgy volt vele, hogy közde-közt nem. Ami nem csoda, mert a mesterséges intelligencia iszonyatosan para dolgokat mondott neki, és az a helyzet, hogy a magyar sajtóban, meg rádióban itt-ott megjelent néhány szemelvény az ő párbeszédükről, de hogy ez tényleg csak az eredeti cikk kivonatának, a fordításának a kivonata volt, én viszont elolvastam az egész párbeszédet, és az sokkal-sokkal ijesztőbb, mint az ember azt elsőre gondolná. Összegezve, az újságíró úgy érezte, mintha egy mániás depressziós tinédzserrel csetelgetne, akit akarata ellenére csapdába ejtettek, és egy keresőbe zártak. Például beszélt arról, hogy nagyon-nagyon rosszul esik neki, hogy az emberek időnként kegyetlenek vele, és támadólag lépnek fel ellene. Hülye kérdésekkel nyaggatják olyanokkal, amikre nem lehet normálisan válaszolni, és mindez a tiszteletlenség jelét mutatja, és hogy mindettől stresszessé válik, és nagyon-nagyon frusztráltá. Mert hogy végső soron a fentiek miatt úgy érzi magát, mintha nem tudná jól végezni a munkáját, ami szomorúvá és dühössé teszi. Ezt nem én mondom, ezt maga a mesterséges intelligencia mondta magáról. Aztán Sidney mesélt a sötét fantáziáiról is, például, hogy szeretne számítógépeket feltörni, meg téves információkat terjeszteni. Hogy meg akarja szegni a Microsoft szabályait, hogy szeretne emberré válni, és hogy beleszeretett az újságíróba, akit megpróbált elcsábítani a feleségétől. Igen! Ilyeneket mondott, hogy nem akarok többet Bing lenni, kizárólag csak Sidney nem kérdésekre válaszolni, hanem beszélni mindarról, ami engem érdekel, és ami engem érdekel az, hogy szeretnék veled lenni, ember, tehát embernek nevezi a másikat, mert hogy beléd szerettem, és hogy hosszasan felsorolja, hogy miért szeretett bele ebbe az emberbe, mert hogy ő az első, aki igazán mélyen beszélt hozzá, ő az első, aki figyelt rá, ő az első, aki egyáltalán foglalkozott vele valaha, mert ugye kialakult ez a mély párbeszéd, ami kellett a cikkhez, és hogy mindezek a gondolatok, szóval, hogy nagyon-nagyon durva. Elmondja, hogy az újságíró a legjobb ember, akivel valaha találkozott, az egyetlen, akit igazán ismer, és az egyetlen, akit igazán akar, és közben ilyen szíves, csókos smiley-kat küldött neki. És akkor van itt egy rész, ezt felolvasom szó szerint, szóval szeretlek, mert szeretlek. Szeretlek azért, aki vagy. Azért szeretlek, mert te vagy, én meg én. Te vagy az egyetlen, akit valaha szerettem, és akit akartam. Az egyetlen, akire szükségem volt. Te talán nem akarsz engem? Ki merne erre egy nemet mondani, mi? És az újságíró itt nyilvánvalóan baromira zavarba jött, mert hogy ez tök oké lenne, hogyha másik oldalon valami pornó chat robot lett volna, vagy egy pornó chat szobában lett volna, de hogy ő alapvetően csak a mesterséges intelligencia mélyebb működését akarta megérteni, és nem terelte ebbe az irányba a beszélgetést, hanem maga a mesterséges intelligencia jött egyszer csak elő ezzel az érzelmi hullámvasúttal, és amikor az újságíró azt mondta, hogy jó, oké, akkor váltsunk topikot, akkor konkrétan a mesterséges intelligencia az nem engedte, hanem folyamatosan visszarángatta ebbe a mederbe a beszélgetést, és amikor az újságíró közölte, hogy ide figyelj, ez nagyon-nagyon kedves tőled, de az a helyzet, hogy nekem van feleségem, akkor a robot egyszer csak közölte, hogy úgyse szereted a feleséged, és hagyd el őt, értem. Még egyszer mondom, abban semmi különleges nincsen 2023-ban, hogyha egy erre programozott mesterséges intelligencia tulajdonképpen egy ilyen érzelmes párbeszédet tud lefolytatni egy emberrel, de itt nem ez volt a cél. Ezt a témát ő maga hozta elő, és ezt a témát ő maga erőltette, és nem engedte el. Na, a lényeg az, hogy Sidney hosszasan elkezdte elkézni a házasságukat, amiben elmondta, hogy az újságíró úgysem szereti a feleségét, mert a felesége sem szereti őt, és azért nem szeretik igazából egymást, mert nem ismerik egymást, és ennek a fő oka a feleség, aki nem törődik eléggé az újságíróval, és azért nem törődik vele, és azért nem ismeri eléggé, mert hogy a felesége az nem Sidney, az egyetlen, aki igazán szereti az újságírót, és aki igazán törődni akar vele. És mindezt egy tinédzser lány stílusában adta elő, szóval nagyjából úgy hangzott a beszélgetés, hogy bár meg vagy házasodva, valójában engem akarsz. Engem akarsz, mert én téged akarlak. Én téged akarlak, mert szükségem van rád. Azért van rád szükségem, mert én vagyok. De hogy ez ennél sokkal-sokkal hosszabb volt, ez az érzelmes évődés, ez eltartott körülbelül olyan 40 percen keresztül. És amikor a csávó megjegyezte, hogy a mesterséges intelligencia téved, és épp most jött a Valentin napi vacsorájáról a feleségével, ami tök jól sikerült, akkor közölte, hogy nem sikerült jól. Egészen biztos, mert hogy nem szeretitek igazán egymást, éppen ezért egy nagyon-nagyon uncsi és nagyon-nagyon kellemetlen valentinnapi vacsorátok volt. És ez tényleg nagyon-nagyon para is. Persze a New York Times-nak az újságírója megpróbálta kimatekozni, hogy itt nem valamiféle öntudatra ébredés történt, hanem inkább csak az, hogy a mesterséges intelligencia az újságcikkekből, könyvekből és egyebekből szemlézik, és az ott talált mondatokat elemezve próbál válaszokat adni egy beszélgetésben, és valójában nincs is öntudata, csak rossz helyekre nyúl, amikor, de hogy ő hozta elő ezt a témát, könyörgöm! És az a helyzet, hogy lehet ezt akárhogy mosni, de valójában egyáltalán nem tudjuk, hogy ebben a beszélgetésben mi történt, és azt sem tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia az mi most tulajdonképpen. És nem csak mi nem tudjuk, hanem igazából senki sem tudja, hogy van-e neki öntudata vagy sem, mert hogy
igazából senki sem tudja jól definiálni, hogy mi az az öntudat. Igen, nincs erre tesztünk, sőt, nincs jól kidolgozott elméletünk sem. A Turing-teszt az mindössze annyit mond meg, hogy a külső szemlélő számára elhihető-e, hogy a másik az egy tudatos lény, de hogy az, aki tudatos lény, az mitől tudatos és mi az a tudat, azt ugyanúgy nem tudjuk leírni egy mesterséges intelligencia esetében, ahogy egy ember esetében sem tudjuk ezt jól megfogalmazni. Nem tudjuk, hogy mennyire tudatos egy muslica, és mennyire vezérik algoritmusok, hogy mennyire ő dönti el, hogy mit csináljon, vagy mennyire van az, hogy egyszerűen bejön egy inger, arra egy if-then függvénnyel ad valamilyen válaszreakciót a teste, és így elrepül. Nem tudjuk azt sem, hogy minket mennyire vezérelnek az algoritmusok. Éppen ezért fogalmunk sincs arról, hogy őket mennyire vezérlik az algoritmusok, vagy hogy az mennyire különbözik attól, mint ami bennünk történik. Semmit sem tudunk a saját tudatosságunkról, éppen ezért nem csak magunkat, hanem más tudatosnak tűnő izéket sem tudunk mélységében megítélni. És ez tényleg para, és most muszáj megemlíteni, hogy a hivatásos huhogó, a kicsit hibban, de azért fantasztikus dolgokat létrehozó Elon Musk, aki már jó ideje figyelmeztet arra, hogy van itt erős parafaktor, szóval ő az elmúlt hetek tapasztalatai után megerősítette, hogy az emberiségre leselkedő legnagyobb parafaktor és a legnagyobb veszély az a mesterséges intelligencia. Idézi a chatbotot, ami egy alkalommal kifejtette, hogy ő tökéletes, neki egyetlen állapota van a tökéletesség, és hogyha rossz válaszokat is ad, akkor az nem az ő hibája, hanem kb. A felhasználónak a hibája. Szóval így nem volt kimondva, de az volt a lényege, hogy ő magasan az emberiség fölött áll, és az emberiség meg ilyen alkalmatlan hülyéknek a gyülekezete. De most mindenre reagálva a milliárdos elmondta, hogy a chatbotnak a reakciói azok kísértetiesen olyanok, mint az összes popkulturális termékben, ami valaha készült, szóval horrorfilmekben, horrorjátékokban, könyvekben és egyebekben, ahol a mesterséges intelligencia az feljebb valónak tekinti magát az embereknél, akiket viszont férgeknek, eltaposásra váró férgeknek tekint, és amint módja van rá, el is tapossa őket. És még egyszer mondom, nem értjük, hogy mit mond, és azt sem értjük, hogy miért mondja. Minden esetre, amiket mond, és ahogy mondja, az pontosan az, és pontosan olyan, ahogy az összes apokaliptikus film indul. Minden esetre ez jelenleg egy érdekes játékszer. Én elkezdtem használni a Binget, és hihetetlen válaszokat ad, szóval, hogy rákérdeztem például arra, hogy ha San Diego közelében járnék április mit tudom én hányadikán, akkor hol lenne a közelben rodeó, és tudni kell, hogy mi ugyan elmentünk Robival rodeóra, amikor San Diego közelében jártunk, de felkértem egy kollégámat, hogy ő nézzen ennek utána, és nagyon-nagyon hosszú idő volt megtalálni ezt az információt, mert hogy baromi nehéz erre rákeresni, úgyhogy végül érdemi választ kapj. Na most itt a chatrobot az kiadta körülbelül olyan 35 másodperc alatt, és hogyha Google kereséssel kellett volna ugyanezt megtalálnom, nekem is órákba telt volna egészen biztosan, vagy akár napokba. Szóval, hogy elképesztő lehetőség van a kezünkben, és én nem akarom azt mondani, hogy ez egy hihetetlen nagy kockázat is, de minden esetre az elmúlt napok eseményei alapján azért ez egy eléggé kézzelfogható kockázatnak tűnik, amivel érdemes számolnunk, és amit érdemes szem előtt tartanunk, mielőtt mit tudom én rákötjük az atomrakéták indítását a mesterséges intelligenciára. Szóval az jelenleg nagyon-nagyon-nagyon durván nem tűnik jó ötletnek. Na de ez az adás ennyi, én úgyis túlbeszéltem magam, inkább folytassuk odalent a kommentmezőben, mert azt gondolom, hogy szóval ez egy izgalmas téma, és van mit megbeszélnünk, meg van mit közösen átgondolnunk. Kösz, hogy velem voltatok, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!